Most találkoztam egy kedves ismerőssel, szintén Facebookon keresztüli ismerőssel, és azt mondta, hogy elhozta magával a kisfiát, meg a húgának a nagylányát is, és mondta, hogy a fiúnak az volt az első reakciója, ez egy 10 éves kisrác, hogy megyek találkozni a Lac Jánosra, az még él. És egyre elterjedtebb az a nézet, hogy én még élek. És ennek én hihetetlen módon örülök, mert azt hiszem, hogy tényleg élek. És szoktam kapni, és a Facebookon beírnak a gyerkőcök, hogy szia, miért írtad azt a versedet? Hát mondom, melyiket? Mert hogy több van tankönyvekben. Hát azt a Balassi, és akkor mondom, hát leírom neki 3 pontban, hogy körülbelül miért. Mondom, majd írd meg, hogy mit szólt a tanítónő. Ja, örült neki, köszi. Tehát, hogy... Vagy Jászberényi kis... Ugye voltam már érettségi tétel, 13. érettségi, mágikus érettségi tétel, ez a portás irodalom. És voltam már egy jó néhány tucatszor, hála jó Istennek. Ilyen, az egy olyan izgalmas érzés, ilyen 12-eseknek elmondani, hogy sziasztok, én vagyok az érettségi tétel, leadnám magamat. Van benne egy ilyen kellemes kis hullaszag. És hát ilyen diszkrét, de nagyon megtisztelő közben. Ott vannak közben a kollégák hátul a falon, és mondják, hogy na mi van, öcsi, ugrász, vagy jössz már, vagy nem. Mert azok ilyen rendes halott kollégák. És szóval ez egy ilyen érdekes műfaj, és akkor a Jászberényi belőlem érettségiző kistány, hogyha ő ezt fogja mondani az érettségi első pont, második pont, harmadik pont, negyedik pont, ötödik pont, akkor az szerintem az jó lesz-e. És mondtam, hogy hivatkozzon rá, hogy szerintem ez ötös így. És szóval, hogy megvan, nyilván megvan ennek a hátulütője, mert viszi az időt, stb., de hihetetlenül elven kapcsolatot ad, és még egyet nem állom meg, hogy el nem meséljen, bocsánat. Volt egy ilyen beírás, hogy írt egy ilyen marcona, igazi bajszos magyar úr, olyan makány magyar úr, olyan idősebb, mondta, hogy most lesz a feleségének, így kezdődött a levele, most lesz a feleségének a 65. születésnapja, és ő engem szánt születésnapi ajándéknak. Hát mondom, hogy sem, ez nagyon megtisztelő igazán, és hát, hogy ő eljön értem kocsival, meg jöhetünk akárhányan, és ő levisz minket Vámospércsre, és akkor ottan el vagyunk egy hétvégéig legalább. Hát mondtam, hogy örülök, persze tortából nem kell kimászni, fecskében vagy bármi, tehát hogy azt úgy elengedném, de hogy hát ez így nem annyira így működik, de közben meg marha megtisztelő, mert hát valami olyannak nézik az irodalmat, aminek így haszna vehető, meg kibérelhető, elvihető, hónom alá foghat. És mondtam, hogy én elsősorban költő vagyok, nagyon szívesen küldök dedikált kötet. Az nem ugyanaz. Az élő költő egész más. Hát mondom, én is így gondolom, de hát ízés. És azt mondja, vigyázzak, mert ő, amit elgondol, azt általában véghez szokta vinni. És akkor volt egy olyan álmom, hogy jön értem ez a pasas, és van neki egy olyan kocsi, mint amivel a kutyákat szoktak szállítani, ilyen rácsos, így összekötöz, bedob, és visz le engem Vámospércsre, nincs mese, mert annak meg kell lennie, ő kitalálta, akkor meg kell lennie. És akkor na mindegy, de kértek fel már egyébként vőfénynek, ami részben megtisztelő, részben egy kicsit talán kritikája is annak, amit művelek. Tehát ilyen kétes dicsőség, meg volt olyan, több olyan kérés is volt, és nagyon kedves, hogy két fiatalok mondták, hogy hát ők nem annyira ilyen vallásosak, meg mindenne a magyar kultúrát nagyon szeretik, mi lenne, hogyha egy patak partján én összeadnám őket, mint a féle ceremónia mester. Mondtam, hogy hát ez tényleg iszonyú kedves, és szívesen küldök egy olyan szöveget, amit felolvashatnak ez alkalommal, de hogy ilyen papi babérokra egyelőre nem pályázom.